Február 28. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Isten művének minden munkása, akin szent felelősség nyugszik, tegye fel magának e kérdést minden lépésnél. Vajon ez az Úr útja? Állandóan Jézusra kell tekintenünk, tőle kell várnunk az irányítást. Minden körülmények között hűségeseknek kell bizonyulnunk az elvekhez. Véges ember nem képes erre magától. Szerény, önzetlen, megszentelt életű, az igére állandóan figyelő ember teheti csak meg ezt, Isten segítségével. Pusztán csak az emberi képességekben a legkevésbé sem bízhatunk meg. Maradandó eredményt csak az Isten erejével együtt munkálkodó emberi erőfeszítések érhetnek el. Ha az ember Istenbe veti bizodalmát, akkor szeliddé válik. Imádkozó életet él, szeretet él a szívében, valódi keresztény előzékenységgel bánik másokkal. Cselekedeteiben pedig óvatosan, meggondoltan jár el. Egész élete tanúsítani fogja, hogy Istenben bízik és a szilárd, tiszta elvek alapján áll. Nyilvánvaló lesz, hogy Krisztus uralja értelmét.